Nagyon szépen köszönöm, és engedjétek meg, hogy én is nagy szeretettel köszöntselek benneteket ezen a rendkívüli rendezvényen. Nyilván a jelenlétetekkel már emeltetek ezen a délutánon, és az estén is így fogtok cselekedni, de akik valójában itt ragyognak a háttérben felkészülve minden szóra, szófordulatra, nem más, mint sztársportolóink, nem kell őket bemutatni, de azért én röviden megteszem, és nekiszaladunk az estének. Középen az egyetlen gyöngyszem, Kisvirág, akiről nagyon sok mindent el tudunk mondani, lehetne fitness nagykövetnek nevezni, de inkább profi fitness modellnek. Jelen pillanatban azon van első számú anyuka. Ki fogunk majd erre térni a későbbiekben. Mellette Bohos Kornél, alias Sam. Nyugodtan meg lehet tapsolni őket egyébként. Ott ül Molnár Péter, Freezer. A krisztusi jobb és ballator pedig nem más, mint Kökény Béla, illetve Berecki Krisztián. Nagyon szépen köszönjük, én egy kicsit ide fölmászok, és szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy nyugodtan gyertek közelebb, akik ott nagyon hátul vannak, itt be tudjuk tölteni még esetleg a teret, jó? Aki közelebb, én az csak aprókat lélegezzen, mert fogy a levegő. Tehát egy kerekasztal beszélgetésnek fogunk nekifutni, amely keretében felkészültünk, minden kérdést megkaptatok, begyakoroltátok a válaszokat is. Elég komoly kérdéseink lesznek, és mindjárt akkor hozzád intézném az elsőt, Kornél. Melyik volt a legemlékezetesebb diétád? Volt ilyen? Azt inkább beszéltem volna simán, mert úgy egyszerűbb. Még volt a legemlékezetesebb diétám? Azt hiszem, amikor Krisztiánnal készültünk 2014 Vabba VB talán. 14. Ugye 2014-ben készültünk, akkor itt Pesten volt a Vabba VB, és akkor még ő is Nyíregyházán lakott, én meg Debrecenbe, és átjárt hozzánk megpróbált hozzánk átjárni edzeni, mert általában... Mindig időből értem, ez nem igaz. Soha a büdös életben nem jöttél időbe, soha. Soha nem felejtem el, 22 éves voltál, és versenyfelkészülésben volt, és ugye nálunk az volt a divat abban az időben, hogy a anyadik születésnapod van, annyit googolunk 200-ba. 23 voltam. Most nem, ez az egy, már nem mindegy. Na, az a lényeg, hogy mit megbeszéltük, hogy 4-re jön, 6 órakor halálra bepörgetőzve, szétnyílt szemekkel vártam 4-től 6-ig a kanapén, majd beszaladva besíjed. Fodrásznál voltam. Így van, fodrásznál volt, hogy megcsinálja a haját. Na, jól összevesztünk a teremben, ment az anyázás, stb. Utána megölelgetett és visszamentünk googolni. De ez a felkészülés volt, azt hiszem talán az, mikor soha nem felejtem el, kardióztunk utolsó hét, másfél órát edzés után felálltunk egymás mellé a futópadra. Kardiózunk, letelt az óra, vagy másfél óra, csak így a szemem sarkában mindig átnéztem, mondom, rohadna meg, mondom, hát ez sosem fog megállni. Akkor se állok meg, mondom, itt halok meg a gépben. Én is ugyanígy voltam ezzel, Kornélt figyeltem, hogy mikor száll le. Természetesen nem hagyta abba, így nem is tudom, hogy két óra. Hát biztos. Ott körül, egyszer csak ennyit láttam, hogy szemem sarkában rohadj meg, akkor azt leszállt a futópadról. Úgyhogy az jó volt, tehát én nekünk az volt az idő szerintem, a 2014-2015-ös évek voltak a nem tudom, a legjobb Debrecenben, akkor gyakor nyitottuk a termet 2012-ben, talán az volt a legemlékezetesebb nekem. Köszönjük szépen! Béla, elég csöndes vagy, pár szót váltottunk itt az elején. Én, ha jól tudom, ma abszolút nem fogyasztottál szénhidrátot. Ettől van ez a nagy pörgés? Hát edzés után fogyasztok, és az edzésem az még ma este lesz, úgyhogy ma még nem ettem szénhidrátot, így van. Nem kérdezem meg, hogy érzed magad akkor a diétában. Hát figyelj, csendes vagyok, és lassú. Ahogy általában mindenki. Haladjunk úgy, hogy Péter, akkor, ha megengedett, tőled is kérdeznék. Egy nagyon-nagyon komoly kérdést szeretnék föltenni. Rólad egy csomó minden terjed egyébként, hogy te nem is diétázol, és így születtél, jó genetikád, és a többi. Szeretsz diétázni? Hát senki nem szeret szerintem diétázni. Ez a kötelező rossz a testépítésben, ugye? Én nagyon édes szájú vagyok, nekem kifejezetten nehéz diétázni. Volt is, amikor megkérdezték, hogy te ugye nagyon szeretsz diétázni, ilyen 7 hónapokat diétázol. Mondtam, hogy nem, borzasztóan szenvedek, de hát ez a fekete leves része a dolognak. Hú, hát akkor még jobban tisztelünk, mert azt hittük, hogy te ezt szereted. Nem, ez kínszenvedés, főleg a vége.
van egy ilyen 10%-os testzsír, amíg tök vidám vagy, így azt érzed, hogy felfrissültél, jót tesz az egészséges kaja, erős vagy, jól, egyre jobban nézel ki, az tök jó, de amikor így beesel 10% alá, meg 5% alá, akkor már köszönni nincs erőd így az embereknek, és úgy hagyom mindenki békén, annyira tudod összeszedni magad, hogy ezt egy másfél-két órás edzés lezoggorázod a terembe, aztán így a kardion valamit így összevergődsz, és így próbálod túlélni az eseményeket. Most megragad bennem egy gondolat, itt említetted a 10 és az 5% alatti testzsírt. A hölgyeknél ez nem elvárás. Ez könnyebbséget jelent például a 10 szekciótokban diéta ügyében? Sokan azt hiszik, hogy igen, mert hogy a csajoknak nem kell úgy diétázni, mint mondjuk a férfi kategóriákban résztvevőknek, de én ezt mindig elmondtam, hogy ez nem igaz. Tehát soha nem lehet jó bikini versenyző, aki félváról veszi a diétát, mert nekünk ugyanolyan keményen kell, ugyanúgy vannak nulla CH-s napok, és ugyanúgy fel kell építeni, sőt, mi még azért sokkal kevesebbet is eszünk, mint mondjuk a srácok, úgyhogy teljesen más. És amikor azt kérdezted Kornéltól, hogy melyik volt a legemlékezetesebb diét, akkor olyan jó volt hallgatni, hogy ti ezt ilyen vidámon vettétek, mert akkor nem így éreztétek, de végig gondolva az összes versenyfelkészülésem diétán ez egy pokol volt, és mindig azt éreztem, hogy alig várom, hogy vége legyen, úgyhogy átérezzük most, amiben vagy. Ezt hozzáteszem, igen, hogy amikor újra kezdesz egy diétát, akkor így az elején jössz rá, hogy hogy a picsába csináltam ezt eddig végig. Hogy kezdtem el? Igen. Tulajdonképpen hallottunk a fizikai megpróbáltatásokról, de nyilván van ennek egy mentális annyit oldala. Annyit azért hozzáfűznék, hogy nem csak én készülök versenyre, hanem Krisztián meg a Peti is. Annyi nekik talán könnyebb, hogy ők már több versenyen vannak túl most szériába, és ilyenkor azért kicsit lazítatok verseny után. Nekem meg már 5 hónapja tart a diétám, aztán... Nem is tudom, nem is emlékszem rá, mikor ettem utoljára. Persze, természetes. Azért emeltelek ki téged, mert beszéltük, hogy te most nem vagy túl feldobva szénhidrát hiány miatt. Abszolút nem probléma. Jövő héten verseny, nagyon várom, aztán most ezt a hetet még meg kell húzni, ennyi. Szóval nem, nincs írás. Nyilván a jó versenyző így működik, tehát itt nincsen B-terv, csak meg kell csinálni. Így van. Picit szaladjunk rá a mentális részére ennek a diétának, hogy mennyire viselez meg benneteket. Én láttam a Kornélt verseny relatív zombi üzemmódba, a híres szem alig mozgott, a test meg egyáltalán nem, csak a színpadra lépés előtt tudta betüzelni magát, de sokatokkal így van. Mindenkinél van egy ilyen mentális gát, korlát, nehézség? Bármelyik kötök kezdheti, aki. Én azt gondolom, hogy mit csináltuk, ugye én a Kati Béla iskolájából nőttem ki, tehát én az ő mentalitásával készültem minden versenyre, és most visszagondolva nem is értem amúgy, vagyis most, ha beszélgetünk Bélával, hogy hogy versenyeztünk, de kérdezi tőlem, hogy például itt 26 héttel a verseny előtt, hogy már nem ehettem édesítőt. És akkor most így beszélgetjük, mondjuk nyáron leültünk, és de miért? Mit tudom én mondom, hát te mondtad nekem, hogy ne egyek, hát mondom, én nem mertem visszakérdezni. Tehát én arra emlékszem, hogy én annyira küzdöttem azért, hogy nem is, hogy életben maradjak, csak hogy ne szóljon hozzám senki, ne nézzen rám senki, senkivel nem akartam beszélgetni, egyetlen egy ember álltam szóba, még anyámmal se álltam szóba, csak bólogattam vagy nem. Az csak Béla volt, mert ugye én teljesen ráhagyatkoztam. És arra emlékszem, hogy verseny előtt is, tehát nem, volt, hogy nem is emlékeztem, hogy mentem fel a színpadra, vagy hogy jöttem le. Semmire nem emlékszek. És egyszer emlékszek, egy magyar, azt hiszem, vadisport kupa volt. Úgy be voltam pörgetőzve a színpadon, hogy a bíró oda jött hozzám, rám nézett, hogy rendben van minden. Azt sem tudtam, hogy még bolygón van. Jó, ez alapjáraton azért ilyen, tehát így veled kapcsolatosan. Igen, tehát mert mi nagyon szélsőségesen csináltunk mindent, és most így visszagondolva Petinek a készülésére, és nekem például Peti sokszor eszembe jut, mert nekem az első igazi élményem, igazi testépítővel az Petivel volt, és ezt már sokszor elmondtam, mikor egymás mellett feküdtünk, első találkozásunkkor egymás mellett feküdtünk, nem is tudom milyen versenyen, és akkor beszélgetünk, és akkor kérdezi tőlem, hogy mennyit kardiózol. Hát mondom én 3-4-5 órát mondom, hát mikor mennyit sikerült. De ezt kérdezi, hogy miért? Hát mit tudjam én, hát mondom, azt mondta Béla, minél többet. Mert mondom, mert te mennyit kardiózol, tudod így. Hogy ő nem szokott kardiózni. Feküdtem ott, mondom, ó, hogy mondom, szakadna rá az ég, hát mondom, hogy van ilyen ember, és akkor kérdezem a Bélánkat, hogy tényleg létezik, és igen, létezik. Hogy Peti volt az, tehát most, ha készülnék versenyre, már lehet nem azzal a mentalitással készülnék, mint akkor, de akkor az úgy gondolom, hogy helyén volt, de ezzel a fejemmel már nem azzal a hévvel indulnék neki a versenyzésnek. Most, ha letehetném, akkor úgy versenyeznék, mint Peti vagy Béla, akik azért is lettek profik. Én csak átmentem volna betonfalon is, ha átküldenek, tehát
Igen, én ők ésszel, mi meg erővel készültünk. Néha kevesebb több. Kornélben is sokkal több volt, csak mindig elfogyasztotta magát. Ez a nulla nem ettél kardiozását és órákat kardiozta, ez nem szükségszerű. Mi se azért szenvedünk így az étkezéssel, mert hogy ez így tök jó szenvedni, hanem egyszerűen egy olyan állapotba kerül a testünk, ami nem kompatibilis, tehát nem igazán élvezi a szervezetünk, amikor ilyen élethalál között vagyunk így a verseny közelettével. A kardiózás az nekem tényleg egy hosszú ideig kimaradt az életemből, olyan szinten, hogyha megkérdezték, hogy kell bekapcsolni a gépet, akkor azt hittem, hogy én olyan okos vagyok, hogy tudom, és nem tudtam. Tehát oda kísértem a hölgyet, és én nem tudtam, hogy csináljunk. Csajnak szóltál, hogy segítsen. Igen, és akkor ugye elmagyarázták, hogy el kell kezdeni a kardiógépen mozogni, és akkor bekapcsol, és onnantól már lehet így nyomkodni. Én is nyomkodtam, hogy miért nem működik. A Tetris tudál játszottál vele. És aztán ugye, ahogy a szervezet, minél több versenyen vagy túl, ugye a homeosztázisra törekszik a szervezet, és ugye felismeri azt a helyzetet, hogy te megint versenyre készülsz, és már nem annyira akarja ezt az állapotot, küzd ellened, ugye. Egyre jobban kell játszani a saját szervezetedet, próbálod becsapni, de úgyis ő a főnök, tehát azért nagyjából oda-vissza játék van. És hát van az időszak, hogy ugye idősebb is vagy, van ez a versenyzési múlt, a hormonelszartásod is változik, meg az anyagcseréd egy picit lassabb, és hát rákényszerültem én is, mert ezt vettem észre, hogy ilyen wellness testépítő formát kezdek felölteni, és ilyen kategória nincs, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megpróbálok továbbra is testépítő maradni, és hát el kellett kezdeni kardiózni. És hát csak annyit szeretnék elmondani, hogy amikor elkezdtem, akkor rájöttem, hogy mennyire nagyon jó súlyzós edzést végezni, és mennyire szar kardiózni, hogy tényleg olyan, mintha egy sakkmeccsnek az ismétlését nézni, annyira izgalmas, és egyszerűen nem is lehet ezt feldobni. Tehát túl kell lenni rajta, addig a életed szenvedés, tehát az a 20-40-60, én nem is értem Kornélt órákat, hogy mit művelt a kardió. Most én se értem, tehát ha most 20-30 perceket szoktam kardiózni, mindig eszembe van, hogy nem, tehát nem fél a fejembe, hogy tudtunk annyit kardiózni. Hogy? Meg milyen intenzitás volt, tehát órákon keresztül? Full gáz. Hát közepes intenzitás. Aha. Van itt olyan nézők közül, aki diétázik? Nagyon jó. Akkor ti tudtok majd kérdezni. Van itt olyan nézők közül, aki kardiózik? Majdnem csak a diétázók. Jó? Jó, lesz majd mit feltennetek ezeknek a közszereplőknek itt. Na most. Különösen megkérdeztetem még Bélát ezzel kapcsolatban. Te is azért versenyre készülsz, profi Openbe. Igen, ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy azért a szamárdétrát szerintem mindegyikünk megjárta. 2010-ben kezdtem versenyezni, és az akkori edzőm az egyszerű volt, mint a fakocka, bár nagyon szerettem. És kérdeztem, hogy mennyire sózzak. Ugye akkor még teljesen hülye voltam ehhez az egészhez, és elmondta, hogy ne nagyon. És én 14 héten keresztül sótlanul lettem. 11 hétre volt az első verseny az első naptól kezdve. Azt mondja, hogy a mikróba szokta bedobni a csirke mellett. Nyersen a mikróba betettem a csirke mellett 5 percre, sótlanul vágtam hozzá a zöldséget és ettem. Naponta 5-ször. Úgyhogy utána, amikor már megtanultam normálisan a testépítést, és úgy étkezni és enni, ahogy kell, hát az megváltás volt. És amit a Peti mondott, a nehézség egyébként tényleg ez az alacsony testzsír százaléktól kezd beindulni. Ameddig 10 fölött van, addig bitang jó az ember, addig nem hiányzik, csak a szervezet túl akarja élni, és tényleg, ahogy mondja, hogy át akar minket verni, mi meg őt, és raktározni szeretne, de nem adunk neki mit raktározni. Nekem is ismerős egyébként ez a mikrózom a cuccot, én a tojásfehérjével is ezt játszottam. Az még és a csoda, amikor így a csirke mellé ilyen finom kis habot képez a jénainak a szélére. És amikor leveszed a tetejét... Nem tudom, hogy bírtam megenni azt. Simán. Akkor tök simán, igen. Most? Elég durva. Jó. Folyamatos diétázás. Lehet-e ezt a fizikumot? Nyilván nem a komplett versenyfizikumról beszélünk, fenntartani, érdemese fenntartani, illetve még abba szeretnék belekérdezni, hogy szerintetek nem degradáló szóval használva az átlag ember tévhitei, ez a nagyon alacsony kalóriabevitellel kapcsolatban, hogy inkább keresik ezeket a diétás vagy édesítős termékeket, és nagyon keveset esznek. Mi erről a véleményetek, akár bármilyen sorrendben? Kezdem én, jó? Én azt vettem észre, hogy Magyarországon nagyon, nagyon alacsony kalóriát visznek be a diétázó emberek. Szóval jóval kevesebbet esznek, mint amennyit még lehetne ahhoz, hogy továbbra is fogjanak.
és a fizikum így belapul, elfogy az izom. Úgyhogy én ezt fűzném hozzá. Krisztián? Köszönjük. Mindig rád kell várni. Most jó. Alapjában véve, ha nem versenydiétán, vagy hanem egy úgymond átlag élhető diétát szeretnél, az lenne a lényege, hogy ez a mindennapjaira beilleszhető legyen. Véleményem szerint, mikor valaki túl sok és túl diétás dolgokat szeretne enni, tehát nem kell mindent megvonni a szervezettől. Ha nem versenydiétára készülsz, és nem 3-4 héttel vagy versenyt, nyugodtan fogyaszthatsz minimális cukrot, nyugodtan fogyaszthatsz zsírt, tehát nem feltétlenül csak az jó, hogy csak édesítős és csak diétás dolgokat fogyasztasz, szerintem vegyítve és keverve kell ezeket alkalmazni. Egyébként a túl sok édesítőtől és a túlzott ilyen dolgoktól puffadás és ilyen kellemetlen diszkomfort érzét lehet a gyomorban. Vizesedés. Pontosan. Igen, jobban fogsz kinézni. Azt szeretem volna hozzáfűzni, hogy ez például a nőknél nagyon-nagyon más szerintem. Annyi információ jön manapság a neten, az instán és mindenhol, és ugye nőből vagyunk, mindenki szeretne baromi jól kinézni, és ezért minden baromságot megteszünk annak értelmében, hogy ez így legyen. És ez oda vezet, hogy sokszor azt hisszük, hogy nekünk úgy kell étkezni, mint ahogy a versenyzők esznek. Abba a 12 vagy abba az X 7-ben, amikor felkészülnek, és sokan azt hiszik, hogy az az egészséges diéta, hogy semmi más nem fogyasztanak, csak csirke, rizs, brokkoli, zöldzöldség, miközben szerintem egy egészséges és fenntartható életmód, mert hogy az egy életmód, mert van a versenyzőknek egy időszaka, és van utána az egészséges diéta, vagy nevezzük bárminek, amivel egy jó kinézetű, jó fizikumot tudunk fenntartani, abba, ahogy mondtad, benne van egy kevés cukor, méz, gyümölcsök, mindenféle zöldség, mindenféle húsok, zsiradékok, tehát hogy ez az, amit szerintem át kell adnunk, hogy ezektől nem szabad félni, mert elkezdtek az emberek félni ezektől a jó dolgoktól. Szerintem az a baj, hogy a legtöbben ilyen nőklapja a kávé diétát folytatnak, mert ez tök jó hangzik, meg vannak ilyen jó reklámarcok, mint tudom, Paris Hilton, vagy nem tudom. Ami a lényeg, hogy kerüljük az ilyen többszörösen feldolgozott tartósítószer, stb. Színezék, édesítőt lehetőség szerint amennyire csak lehet, ugye a természetben megtalálható forrásokhoz forduljunk. Nagyon jó lenne, hogyha színessé tennék a diétát, mondjuk többféle fehérje forrást használnak. Ez egy tök normális protokoll, hogy egy nap mondjuk 3-4 fehérje forrást fogyasztasz annak függvényében, hogy milyen napszakban vagy, mert ugye fárad a test. És egy nőnek az, hogy egy rizs, csirke, zöldséget eszik, az nagyon nem egészséges, mivel a hormonháztartása, hogyha felborul, sokkal nagyobb károkat tud okozni, mint egy férfi magának. És nagyon fontos lenne az, hogy olyan zsiradékokat vigyen be, mondjuk lazac, tonhal, stb. Tojás, egész tojás, ami teljes értékű, akár egy pici marhahús, nem kell félni tőle, hogy holnap felébred, és baromi nagy combjai lesznek, mondjuk egy googolás után, tehát ilyen nem történik, sajnos. Úgyhogy szerintem arra kéne odafigyelni, hogy fenntartható, hosszú távon fenntartható egészséges étkezésre kell fókuszálni, és ennyi, nincsenek csodák, egyszerűen csak fenn kell tartani ki 3-4 hónapig, és meg fog lepődni, hogy milyen változásokon megy keresztül, akár az emésztőrendszere is. Jó, köszönöm szépen. Picit már el is mondtad a következő kérdésemet, az lett volna, hogy mik lehetnek a bázisai egy ilyen élhető diétának, milyen tápanyagok, például nálatok mi az, ami mindig szerepel, akár húsok formájában, vagy zöldségek szempontjából. Most szerintem mindannyiunknak ugyanazok a fehérje források, általában nyilván reggel tojásfehérje, egész tojás, zsiradékokból magyaróvaj, húsokból még lazac, marha, csirke. Tehát nem egyfajta fehérje forrásra kell koncentrálni, hanem próbálni kell minél vegyesebben bevinni. Én általában edzés után mindig marhát szoktam fogyasztani, edzés előtt nyilván valamilyen könnyebb húst, ami könnyebben emészhető, ez általában csirke. Nem kell félni egyébként szénhidrátnak a szénhidrát forrásként a sima burgonyától sem. Nem muszáj csak édes burgonyát enni, tehát ez egy általános tévhit, hogy csak az a jó. Nem, egyébként a fehér burgony is simán ugyanolyan jó. Nem olajba kisütve. Nem olajba kisütve természetesen. Tehát a fehérje forrás nálam az a lazac, marha, csirke, esetleg még tilápia. Szénhidrát forrás az krumpli, rizs, zab. Alkalmanként nagyon ritkán kínol, de nem tudom, ezt mondják el a többiek is, vagy kérdezzük meg, hogy szerintem.
körülbelül gondolom mindenkinél majdnem ugyanezek az alapvető. Nekem annyiban más, hogy én megfordítottam ezt, hogy én marhahúst teszek edzés előtt, ami ugye nehezebben emészthető. Így nem az van, hogy elájulok így az edzés felénél vagy vége felé, és én az edzés után eszek halat, ugye pont azért, hogy gyorsan emészhető, és ugye az anabolikus kaput így kihasználjuk. Tehát nekem ez pont fordítva van. De más alkatok is vagyunk, tehát azért ő egy kosaras, én egy ilyen, nem tudom, középtávfutó. És sprinter, ja. Szóval ezt mindenkinek magára kell igazítania. Olyan kérdés lesz amúgy, hogy mi van a versenyzés után? Tehát azzal a történettel? Mert ugye én abba tudok most már igazán, mert ugye ők még aktívak. Persze. Fel fogunk tenni ilyen jellegű kérdéseket, majd igen, szólunk. Majd a Béla fog jelezni, hogy most. Majd Bélát felkeltjük, és akkor majd mondja. Persze. Az igazság, nem akarok csapongani a témakörökben, mindjárt letudjuk így a diétást, és ugrunk. Megkérdezem a fekvenyomás maxodat, meg tudod, amiket megbeszéltünk. Persze. Menj a bicó. Nem a virágnak.